Frissen szigetelt falak, új hőszigetelt ablakok, ajtók és eres csatorna. Így néz ki kívülről most a Bartók Béla utcai általános iskola tolnán. Az épület bejáratához mostantól már mozgáskorlátozott bejárat is vezet, ugyanilyen kerekes székkel is használható mosdót alakítottak ki bent is. Emellett új kazánt és radiátorokat szereltek be az épületbe, és napelemek kerültek a tetőre, de nem ez az egyetlen iskola a városban, amit helyreállítottak. A feladatunk 4 helyszínen 5 épületnek az energetikai korszerűsítése volt. Ami műszaki tartalmat ez jelent, nagyjából az 5 épület közel azonos műszaki tartalommal készült. Ebből az 5 épületből 2 az helyi védelem alatt áll, tehát ott némileg módosított műszaki paraméterekkel készült a felújítás. Az iskolák helyreállítására a város 350 millió forintot költött. A forrás nagy részét a területi és településfejlesztési operatív program pályázatán nyerte az önkormányzat, bár az intézmények fenntartása és üzemeltetése sem helyi önkormányzat feladat már néhány éve. A Pelszoffer Ágnes polgármester mégis azt mondja, fontos volt, hogy minél előbb be tudják fejezni a fejlesztéseket. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a Tolnán lévő épületek, ahová tolnai iskolások járnak, és zömmel tolnai pedagógusok dolgoznak, és egyébként a városkép szempontjából is kiemelt fontosságúak, ezek a közintézmények, középületek megújuljanak. A fejlesztések nem érnek véget Tolnán az iskolák átadásával. A városban folytatódik az út- és járdahelyreállítási program, és hamarosan megkezdődik a játszóház építése is.